Szia! A videóban a világ legveszélyesebb pókjait fogom neked bemutatni. Az első a képen látható, és talán a leghírhedtebb pók, amely nem más, mint a fekete özvegy. Nevét onnan kapta, hogy párzás után a hím pók majdnem biztos, hogy nem marad életben, mivel a nőstény megeszi. A világ minden melegebb éghajlatú területén előfordul. Évente 2200 embert csíp meg, de alapvetően nem agresszív pókfaj. Mérgük latrotoxint tartalmaz, mely erős idegméreg, amely akár az emberre is halálos. A nőstény 2,5 cm-esre nő meg, a hím jóval kisebb. Ezt a képen is látod. Erős hálót szőnek, melybe akár kisebb hüllők és emlősök is beleragadnak. Ha már özvegyek, akkor a barna özvegy sem maradhat ki a sorból. Ez a pók rokona az előbbi fekete özvegynek. Talán a legveszélyesebb pókfajta, mert kedveli az ember által lakott épületeket. Főleg az Amerikai Egyesült Államok délkeleti és délnyugati felén terjedt el, de Afrikában és Ázsia bizonyos országaiban is megtalálható. A hím itt is kisebb, mint a nőstény, mérge szintén latrotoxinokat tartalmaz. Színe a világos barnától a sötét barnáig változhat, utótestén narancsárga foltok figyelhetők meg. A következő pók a tölcsérhálós pók, mely csak Ausztráliában fordul elő. A mérete 1 és 5 cm között változik. A hímek kisebbek a nőstényeknél. Színük főleg sötét barnától a kékes feketén át a feketéig változik. Cságrágójuk hatalmas. A nedves, homokos, agyagos területeket kedvelik, ahol a föld alatti üregekben élnek. Mérgük atrakotoxinokat tartalmaz, ami rendkívül veszélyes az emberekre, és akár halálos is lehet, hatásával cseppfolyósítja a szöveteket. Csak a hímek csípése mérges. Támadását és hálóját a következő videó mutatja be. Jól megfigyelhető a tölcsérszerű háló. Ne jegy meg! Ez a pókfajta Magyarországon is előfordul. Neve a mérges dajkapók. Európa nagy részén, valamint Közép-Ázsiában is előfordul. A nőstény teste 1,5 és 2 cm, a hím maximum 1,5 cm-t ér el. Az előtest vöröses-barna, az utótest citromsárgás. Éjszaka jár táplálék után, hálója leginkább csak lakóhelyül szolgál. Mérge fájdalommal jár, de nem igazán veszélyes, a méreganyag leginkább émeggést okoz, de maradandó károsodást nem. Hazánkban rendkívül ritka esetek számít, hogy megmarjon egy embert. Itt láthatod azt az élőhelyet, ahol a mérges dajkapók leginkább előfordul hazánkban. Ez a Kasszonyi-hegy. A Kasszonyi-hegy a magyar-ukrán határnál található. Remélem tetszett a videó, forrásaimat itt találod. Köszönöm a figyelmed, remélem még találkozunk. Szia!